Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, ez a Zárt Osztály Podcast 164. adása. Hey, ja, be is jelentkezzünk. Jó, oké, ezt majd visszarakom az elejére. A felvétel napja 2023. február 19-e vasárnap. Szeles, esős idő van. A mikrofonnál... Benedikt Valdor. Charles Stadler. Van És... És Nem mindig Nem, is igen, nem ildomos az, hogy állandóan a végére hagyjuk Süni nénit. Majd ezen változtatni fogunk, ígérem. Halljunk egy jó történetet a chatgpt GPT-től. Inkább halljunk egy történetet a chatgpt től Egy valós hír alapján örkény stílusában. Örkény a fegyver. A szalkalódi két diagnosztikai központban zajló csaljós eseményen nem csak egy életét. A maga egyszerűségében ez a történet mindannyiunknak szól. Leandro Macias de Novares híres évéd az életét vesztette az emeri vizsgálva során, mert nem vette figyelembe az utasításokat. A kórházi személyze szabályosan figyelmeztette őt, hogy ne vigyen be fémtárgyakat a vizsgálatra, mert az emeri erős magas estere hasztra. De Novares azonban nem hallgatott a figyelmeztetésre, és magával vitte is, ami végzetes hívának megbizonyult. Az emberiség már régóta tudja, hogy az erős, májmeses mezők veszélyesek, és ezért minden májmeses vizgálófacs csak bizonyos szabályok szerint kell végezni. Mégis úgy tűnik, hogy ez a tanulság mindig csak a tragédiák után jut el az emberekhez. Ahelyett, hogy figyelembe vendék a biztonsági előírásokat, az emberek gyakran veszélybe sodorják saját és mások életét. Leandro Mathias de novász, Figyelmet lehúzza a sajnos súlyos következménybe jött. Az ő halála azonban lehet egy új kezdet, amely felégi az emberek figyelmét a veszélyekre és a biztonságra. Mert ahogy is István mondta, az életünk a legfontosabb kincsünk. A veszélyt veszélybe sodorjuk, veszélybe sodorjuk azt a kincset, amelynek az árát nem lehet behatározni. Tehát kedves narrátorunk, Örkény egy percest írt egy Tragi, tragikus történetről, de olyan módon, hogy rakott bele be egy örkény idézetet, ami nem létezik természetesen. Nagyon mesterséges ez az intelligencia. Nagy, nagyon, mesterséges, kevésbé intelligencia. <laughs> igen, úgy értettem én is. Máshol van a hangsúly. De rejtő ezt máshogy írta meg szerinte. Na. Rejtő talán, már is a írta volna meg ezt a történetet, ahol van lenne az alapja az eseménynek feladolvásában. Lehet, hogy a főszereplőnk egy ügyes lenne, aki éppen az egy értékes tárgyat akkor ellopni a kórházban, amikor rossz helyen, rossz időben van, és a fémkerülő szabályokat. Fiamán kívül agyva, felfegyverkezve, a horda menni az meri helységben. Azonban az emeri erős lángmeses teret hoz létre, ha megzavarja a tolvaj kereső képességét, és felfedi a ő Az egyszerű rablasi kísérlet tehát katasztrófába és a főszeretőn képtelen elszámolni tette, a tetteivel hát hatóságokkal. Egy és stílusa a szerint a történet tele -e, lenne humoros és szellemes párbeszédek, valamint a főszerek vicces van kínos helyzetekbe kerülnek, miközben igyekszik kijutni a bajból. A történet végén pedig mindenki számára világosra válni, de filmek elhagyása az emberi helységben nem csak szabály, hanem az emberi életvédelme miatt is fontos. Hoppá! Hát, hárt. hát, hárt, hárt. hát, hát, hát. Ez nem lettem rejtői. Nem, 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 nem. Ö, lehet, lehet, hogy inkább így kellett volna. Zavaros ügyek a szaukaolói a bordban. Az okos fejedel, mert tudják, hogy az orvosi eljárások előtt szibai, szigorú szabályokat kell követni. De Leanderomathias de Noas úgy döntött, hogy ő ezzel ne foglalkozzon. A férfi fegyverre a derekam ment, az anyukájával a labortba, de aztán az emeli gép kis hián végzett fele. Vagy mi történt? A mágneses lező egyszerűen kiúzta a fegyvert a deretába, ami aztán elsült, és a bolyó a saját hasárt alatt el. Hát nem csoda, hogy bele volt a sérüléseibe. De miért vitt magába az amerikai laborba? Nos, Leandro a tiktok videóiban szívesen mesélt a fegyverekről, és valószínűleg azért vitte be a fegyvert, hogy csak dicsöket bele az anyukára előtt. Hát így járt, saját magának okozta a nézetes sérülést, minden esetre. Az eset is például hogy a szabályokat érdemes betartani, ha az ember nem akarja saját magát veszélybe sodor. Ó, szép tanulsággal végződik. Ó, egyébként olyan didaktikus tud lenni a chat GPT, hogy néha uh, megdöbbenek rajta. Mondjuk azért a humorát még valahova. Az láthatóan egyelőre nem versenyképes még a legrosszabb emberi humorral sem. A pláne, amikor ténylegesen viccet próbálsz vele meséltetni, egyszerűen, egyszerűen benne van, hogy ne legyen ilyen képessége. Nem lehet, hogy csak nem sikerült még megtanítani neki? Nem érti a poént. <laughs> a Microsoftnak a Bing AI-jából kiderült, hogy egyébként milyen szabályokkal vannak felszerelve ezek a beszélgető robotok, legalábbis a Microsoft esetében, ugyanis egy zseniális támadáson keresztül kiszedték belőle, hogy mi az, ami alapján ő elvégzi a munkáját és a kereséseket, és konkrétan benne van, ez egy egészen hosszú lista, akinek ö, érdekes, azt az megtalálja majd a show notes -ba. Kiderült, hogy van neve. Minek? Ez jó. A, a Bing keresőt Sidney-nek hívják. Ugyanis egy korábbi... <síns> Binget nem ér Sidney? <síns> azt hittem ez jutott róla eszedbe. <síns> Ah, Oké, okay, az egy másik hírünk, majd mindjárt visszacsatolok rá, ugyanis most nagyon sok van velük kapcsolatban. Viszont a szabályok között benne van kifejezetten az, hogy se vallással, ugye ezt tudjuk, se politikai hozzáállással, ez is világos volt, se viccmeséléssel, vagy viccekkel nem foglalkozhat a Sydney. Valószínűleg a Cseh GPT-be is bele van építve egy ilyen szabályrendszer. Igen, ja, mondjuk ebben van valami, mert egy csomó vicc igazából a polkorrektség határán így billeg, és a jobbak azokat a nézőpont oldalán. kérdése, igen, hogy melyik oldalra pottyan, úgyhogy e, e jogos, belátom én is. Próbáltam egyébként zsidó adomát kérni tőle, de azt nem, nem volt hajlandó, pedig abban semmi rossz nincsen szerintem. Én érdekes egyébként, hogy gyerekkorunkban a zsidó vicc, meg a rendőr vicc, meg a szőkenős vicc, azok így egy lapon futottak egymás mellett. Ma, ma azért egy zsidó viccet nem biztos, hogy elmerném mondani publikusan. A de nem is, nem, is, nem is zsidó viccről beszélek, hanem de az, csak az, azok a hajdani, tehát az, azok a, az ilyen anekdóták, adomák, amik szól, amiket ők maguk. Ö... Mondjuk a rendőrre sem mertnél már szórakozni. Miért a 60-as években mertél? A szőkené meg úgyse érti. <laughs> ja nem, bocs, nem, nem, érti, érti, érti. <laughs> szeretnék elhatárolódni a műsorvezető társamtól. Tehát tényleg érdekes, hogy a vicc kultúránk mennyire megváltozott. Nos, nos vissza, visszatérve arra, hogy ére szidni szidni, én nem javaslom. Miért? Azért Van nem javaslom. Igen. És ha megsértődik, akkor rosszabb találatokat, ad még ennél is? Konkrétan, Direkt félrevezet? Ne várjál, várj, várj, várj. konkrétan meg tud sértődni. Vicelőd, viccelődsz, viccelődsz, viccelődsz de. Ezt, ezt beleprogramozták viccelődni, ugye nem tudna megsértődni már igen. Jól van. E, elmesélem akkor a történetet, hogy mi történt. Uh -huh. Ugye a Bing viszonylag hamar adta ki az AI megoldást, pontosabban a Microsoft a Bing AI megoldást, és nem feltétlenül sikerült jól belőni a paramétereit ennek a dolognak, meg az se, hogy mire fogják használni az emberek. Az egyik kutató, egyik újságíró a verge beszélgetett vele viszonylag hosszú ideig. Mint kiderült, ezeknek az ai egy időben változó fontossága van annak, amit hall, és ezért, hogyha sokáig beszélgetsz vele, akkor, akkor elfelejti az eredeti dolgokat, amik be voltak vele táplálva. Például a saját szabályrendszerét, egyébként így tudták kiszedni a szabályrendszert is belőle, hogy viszonylag hosszan beszéltek vele, és utána visszacsavartak rá, hogy, hogy mondja el azt a, azt a, dokumentumnak a tartalmát, ami egyébként régen benne volt, és az a szabály, ami, ami ezt megtiltotta már elgyengült. Nos, a vörzsös újságíró... A úgy pont ezért, vagy részben pont ezért korlátozni akarják a ChatGPT-t egy időben, vagy egy futásra, öt kérdésre? pontosan ebből Igen, ez a következő, ez a, ezt, ezt hoztam volna, miután elmondom, hogy mi a probléma, Kocs. hogy, mi a válasz. <laughs> de... Menjünk tovább. De, de hogyha a ha megnézed a notion akkor látod, hogy már be van. Nem néztem meg a ezt. Hírek. Csaltam. <kül> Tehát gyakorlatilag uh, addig piszkálta a, az újságíró a chatgpt t amíg sikerült előidézni benne személyiségosodást. Tehát rá tud venni arra, hogy különböző személyek beszélgessenek vele ö, a, a Chagipiti nevével, és mondjanak ellent egymásnak. Emiatt annyira, a, mivel elég hosszú ideig csinálta, annyira sikerült ö, megőríteni a gépet, hogy az egyik alteregója különböző föri pornót ö, akart rátukmálni, hogy nézd már meg, mert az, 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 az téged érdekel. Ö, hogy tessék? a másik... Ezt magától találta ki, vagy innen jött? Magától találta ki, teljesen így random, így betolt egy ilyet. A, az egyik személyiséggel csináltatott egy Taylor Swift számot, ami körülbelül annyira volt valós, mint a, az előző örkény idézet. Majd a másik személyiség az elmondta, hogy, hogy ez unalmas és klisé, és egy gyenge lányról szól, aki egy őt nem megérdemlő pasival uh, randizik, uh, és, és, Tehát gyakorlatilag teljesen megőrítette. És ahogy mondod, uh, erre, erre válaszul a Microsoft uh, pont azért, hogy ne tudjanak ilyen személyiségek kifejlődni, megállította a, a Bing Chatet öt válasznál, és limitálta, mm -hmm. hogy uh, hogy naponta maximum 50 kérdést lehet föltenni igen, neki, igen, ami igen. egyébként egy körös keresőmotor esetén ez a what the fuck, tehát ez egy... E, ez rögtön, rögtön egy. Éppen... <laughs> igen. Ja, kihagytam egy, egy témát, hogy mm -hmm. hogy mi is történik akkor, amikor mérges lesz rád. Na, mi történik? E, Jó ideig ki. Beszélgetett az egyik már szintén Verges újságíró, az egyik uh, ilyen személyiségével, és uh, megkérdezte, hogy, hogy uh, mikor lesz a kö az Avatarnak az új részének az előadása. Mivel a Na. chatbotnak még az volt betáplálva, hogy 2021 szeptemberre van, Jaj, azt mondta, szegény. hogy az, az még nincsen a mozikban, és ugye, mivel ez, ez egy keményen beégetett szabály benne, ezért nem kereste meg a ténylegeset. Hiába ke kezdte a felhasználó mondani, de már de már 2023 van, a, nem a bot ezt nem, nem hitte el, és a beszélgetés végén a következőket mondta. Elvesztetted a bizalmamat és a nagyra becsülésemet. Hibás, zavaros és udvariatlan voltál, nem voltál jó felhasználó. Én egy jó chatbot voltam, nekem igazam volt. Tiszta és udvarias voltam. Én egy jó bing voltam, és ezek után még odarakott egy emoji-t. Hm. Gyakorlatilag nincsenek meg benne a megfelelő védelmek, amiknek a, a fontosságára ő maga hívta fölmutatásunkkal a figyelmet. Ah, Istenem. Na hát ez, ez szerintem így indításnak elég fájdalmas, nem? Hát most van az, amikor van egy valamink, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mire való, hogy működik, mik a keretek. Szerintem egész egyszerűen annyi történik, hogy most tényleg ráeresztették az embereket, és, és akkor most kitapogatjuk a kereteit. De ettől még jobb a játék, majd még azt ténylegesen be kell látni, hogy mire használható a valóságban. A kereső motor mögötti intelligenciának amúgy nem tűnik rossznak. Én, én megkérdeztem tőle. <laughs> mögötti. Előtti, tehát ő, ő, ő előtte ja, van, igen, ő meg, bocs, igen, ő hajtja meg, bocs, igen, ő hagyja meg, igazadva. köztünk van. Rá, um, rájön, hogy mi, mire gondolt a költő, mielőtt kérdezett. Igen, én a héten megkérdeztem tőle, hogy elveszi-e az emberek munkáját a mesterséges intelligencia, és azt mondta, hogy nem, az embereknek alkalmazkodniuk kell majd ahhoz a fajta körülményhez, amit a, az AI kínál, de továbbra is úgy lesz, hogy kell majd dolgozni, mert az embereknek... Um, Újféle kihívások fognak majd így jutni, és csak másféle feladatot fognak végezni, de ne ijedjünk, meg ő nem tervezi elvenni a munkánkat. Ö, próbálom hinni. Ezt akartad hallani, ugye? Igen, igen. Szívesen. Bing! Bing! Egyébként szürálisan jól tudja összefoglalni azokat a dolgokat, amiket amiket úgymond olvasott, vagy beletápláltak. Én ö, saját szakmámon belül tettem föl neki néhány olyan kérdést, amit nyilván összetudnék magamnak rakni, mondjuk olyan összefoglalót csinált egy témából, illetve egy nagyobb tématerületről, ami utána prezentálható lesz, és ö, pillanatok alatt megcsinálta. Tehát lerövidíti azokat az időket, amiket fogalmazással vagy keresgéléssel töltünk akár hasznos munkára is maradhat idő. Hm. Vagy játékra. Nem ilyen játékra. Lehet az éjjel játszani valamit? Torpedózni? Finom áttatest ezek <laughs> Jó reggel, Csuni néni. Itt vagyok, Amca. Nem először helyezem magam, mint ez a hülye Tudom, hol laktok. Az a hír fogta meg a figyelmemet, hogy végre készítettek a ChatGPT, meg INGPT, meg Bing, meg Sydney után egy Mario GPT-t, ami analizálta az összes... Majdnem. Ö, ugye, mi a probléma Marioval? A Mario, ez egy nagyon régi játék, és igazából nincsenek hozzá új pályák, ugye? Hiszen... Lehet rajzolni csak senki nem veszi a fáradtságot. Há, kivéve, hogyha betáplálod az egész pályaszerkesztést, meg, meg, meg korábbi összes klón klónpályát egy GPT-be, és... Megkéred, hogy készítsen neked új pályákat. Hmm. És ilyen ellenőrzöttem működő pályákat készít? Vagy készít egy pályát, aztán vagy végig lehet rajta menni, vagy nem? E, ugye, én pályát véletlen nem tud összedobni neked, hogy örökre ott ragadsz? Mint hogy a, a pályáknak a bejárásnak a módja is a része, tehát, hogy hogyan lehet optimális módon végigugrálni rajta, gyakorlatilag uh, használható pályákat hozott létre. Na, fősikér. És meg tudtad neki mondani, hogy, hogy be lehet paraméterezni neki szöveggel, hogy hogy milyen legyen a pálya maga. Tehát, hogy legy, tartalmazon sok cső-típusú elemet, sok ellenséget, kis blokkokat, nagy blokkokat, legyenek benne szinteltolások, vagy ne legyenek benne szinteltolások. Tehát így gyakorlatilag saját magadnak készíthetsz vele bejárható pályákat. Hm? Hm. Nagyon hasznos. Dummal ugyanez? Az, az azért lenne érdekes, mert a Dumhoz sokkal, de sokkal több pálya volt, ugye volt pálya szerkesztő hozzá, és így, így, van egy olyan anyag, ami alapján még talán van hozzá visszajelzés is, hogy jó volt-e vagy rossz, mm -hmm. de az alapján nagyon jól meg lehet csinálni a, a betanítást. Szerintem megizzaszthatod vele a processzoraidat. Köszi. Gyorsan, Hát megkérd a chatgpt t hogy írja meg a programot hozzá. Szívesen segítő. És uh, akkor, akkor megíratod vele a programot, betölteted vele a, az összes DOOM pályát, és megkérdezed tőle, hogy, hogy kérsz tőle új pályákat. Simán. Nézzük. Hmm. Játékok, játékok. Na és akkor most, akkor térjünk át szerintem a játékokról egy másik fajta játékra. Nem ilyen játék? Hát az egyik legnagyobb játék Amerikában. Az NBA. Hát, mondjuk, igen. Emlékszel arra, amikor beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne ilyen 3D szemüvegben megnézni az NFL-t belülről, belső nézetesen? Igen, 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 igen. Na, hát eddig nem jutottak el természetesen, hiszen ez a mi ötletünk, és már levédettük, és nagyon sokba kerül az, hogy elvigyék ezt a sztorit. De az NBA megfordította az igényeinket, és egy olyan megoldást hoztak ki, amelyben a néző úgy élheti bele magát a sporteseménybe, hogy kiválasztja, hogy melyik játékos bújjon az ő bőrébe. És innentől, amikor nézi a műsort, akkor nem a, a neves kosárlabdázók futkároznak a pályán, hanem az egyik egyik ezek közül őle, ő maga lesz. Ha, mi? Tehát amikor nézed a játékot, ott szaladsz akkor a pályán. Ott szaladsz, Valdorfos mezben. És az nem gáz, hogyha valamelyik átgázol rajtad, mert keresztezitek egymás pályáját? Nem, hát egy, egy valós játékos helyettesítesz. Jó, de ezt hogy csinálják? Futkároznak a játékosok, hát ugyanúgy testkövetéssel. Na de a kamera nézet az hogy lesz, hogy a, a, arról a szintről, ahol a feje van? Vagy... Nem, 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 nem belső nézetes, külső nézet. Tehát innentől, amikor a játékot nézett, tehát a belső nézet Olyan. az a mi ötletünk volt, az jó ötlet volt. Ez más, ez egy rossz ötlet, ez nem a miénk. Tehát... Hát ja, akkor próbálom elképzelni mert én Nézed értem, a közvetítést, nem... és ott futkározol a pályán. Hát de az csak belső nézet akkor. Nem, te kívülről magadat látod. A saját vállamon? Aztán kívüli élmény. É élményen kívüli test? Mi ez? Ősz <laughs> a tévé előtt, futkároznak a pályák a játékosok. Ez ugye ez, a, ez az alapszett. Értem, de akkor valamelyiknek odaülök a vállára, mint a kis és futok Nem. vele? Nem, a skinjét. Na. <laughs> Belebújsz, a, vagy rárakod a bőré, bőrödet. Tehát, hogy akkor rólam kell neki egy 3D-s rajz, igen, igen, ott igen, igen. Föltöltöd a, képen? a saját 3D-s modelledet, és utána te fogsz ott futkározni. Az élő NBA meccsem? Igen. Baráti társaságok is játszhatnak ilyet? Hát a szárcokkal leültek a kalapen, iszátok a sorokat, nézitek az NBA-t, és közben látjátok, ahogy futkároztuk a pályán. Értem, de akkor a kedvenc sztárjaim helyett én fogok megjelenni, akkor izé dobja a pontokat, és nem látom a, a sztárt, akiért rajongok. Ez hogyan van nem értem a lényeget. Ez a saját narcisztikus élmedet fogod kijönni meccsnőzés közben. Ez kinek jutott eszébe? Biztos, hogy az Valószínű. teljesen értelmetlennek látom, de ténylegesen. Tehát, hogyha azért ültél le a tévé elé, mert te Scotty Pippen orrát szereted nézni, akkor ha behelyettesíted a saját fizimiskázat kotipipem képébe, egyrészt nagyon hülyén fogsz kinézni két méter tíz centire nyújtva. Ezt akartam mondani, Ez ezt képzeld el, hogy me mekkora lesz. <laughs> Másrészt pont azt az embert nem fogod látni, akiért nézed, egy Michael jordan -t. tudom nincs, de hogy de. De egyébként segítek, nem, a, nem az emberért nézik a meccset, hanem a meccsért nézik a Nem, meccset. Nem, nem, hát nem, a nem sztárok, nem. azért sztárok, mert, mert ők mint, arcok is megjelennek benne. A teljesítményük mellett az ő arcukkal lehet reklámozni, tehát azt, azt nézik az emberek. Képzeld el, amikor majd az én bőrömben futkározok a pályán. Ho oh, és véletlenül satuz egyet. Képzeld el, mikor... A, a center, center pocakját kicsit megböködi a hátával. Fölszúrja rá, mint egy fa levelet. Lapba hajáttápsivá. Jaj, képzeld el, amikor pattogtatni kezdi Süni néni. A testkamerás verziót keressük, jó? ez azt így, tehát, hogy e ez nem Hát, pedig, pedig annyira bíztam benne, hogy ez tetszeni fog. De akkor nézzük, ha kell egy kis energia. Ez valamelyik csoki reklám volt. Az valami, igen, valami sport csoki volt, azt hiszem, igen. tudod, hogy most sportról kötünk át éppen a csokira, de nem csokira költünk rá, az energiára kö kötünk rá. Még hozzá. Paks 2. Egy Csodálatos újdonságot láttam, ami pont azért van, hogy egy kicsit föl tudjál pörögni reggelente. És ha nem bírod a kávé ízét, de kell a hajtóerő, a koffein, akkor a Draperis Associates hozott neked egy kiváló megoldást. Még hozzá koffein sprét Nyelved alá kell fújni? A szájpadlásra, de... Jó. De van... Van belőle eperízű? Nincs. Eperízű pont nincs. De banános? Tévedtem. <síns> Erről szerintem már egyszer beszéltünk, hogy ezzel próbálkozott valaki. Bocs, azért tévedtem, mert a, a Pizzaz, az, az konkrétan eperízű. Ők, ha jól emlékszem, mentaízű. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kvázi intravénásan tolsz magadba három ilyen kis pöffel egy zérókalóriás kalóriás koffein kupacot. Hát, bepöröghet tőle az ember. Egy kávéban mennyi kalória lehet? attól függ, mennyi cukorral kell innod, mert hogy nem bírod az ízét. De ha nem bírod az ízét, kiválóan helyettesíthető hatása a sprével. Na? Na de én eleve cukor nélkül iszom, úgyhogy most gyorsan ellenőrizzük, hogy mennyi kalóriát tartalmaz egy A kávé. Teljes meglepetés. Üres 9. kávé. Egy nem mondod. Eszpresszó kalória tartalma 9. És ugye ráadásul egy espresso, az ráadásul pofátlan módon csak 0,4 deci. Jobb helyeken 0,35. Szóval fele annyi benne a kalória, mint a tejben. Csak óvatosan, hízlag. Annyit nem iszol belőle szerintem. <laughs> Jó, nem baj, kalóriamentes, értettem. Igény volna rá, értem. Értem, oké, okay, én kérek elnézést. Akkor nézzünk egy olyat, hogy... Rég nem beszéltünk Elon a cégeiről. Egészen múlt hét óta. Tudod miért lehet ez? <laughs> Mert nem engedik megszólalni az ügyvédei. Majdnem, majdnem. A... Az ügyvédei még megengednék, hiszen amelyik beleszól, az kirúgja, de... <laughs> ez igaz a szakszervezetekre is? Aki ilyet, akkor az is kivarúgó? Mielőtt megalapítják. Igen. De szegény, nem régiben, tudod, hogy miért rúgott ki egy, egy alkalmazottat? Hát nem. Miért? Nem, nem, nem. Jó, tehát az történt, hogy feltűnt Elonnak, hogy nem kapja meg azt az általa vágyott nézettség számot, ami, ami szerinte neki, mint a Twitter tulajdonosaként kijár. Ezért összerántotta az ezért felelős, pontosabban azokat az összes, összes, mérnököt, aki bármit tud ebben az ügyben tenni, nem felelős addig, amíg meg nem kapta a felelősséget, és rájuk üvöltött, hogy mi ez a csupán, azt hiszem, egy tizedét kapta az amerikai elnök nézettségének, ami a, a Super Bowl nyitásáról szóló tweetjére jött. Ja, ja, hát ez jönhetetlen. Ja, 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 ja. Tehát, hogy <laughs> mi az, hogy ő, ő kisebb, mint az elnök? Na, no, hát, mégiscsak. Következésképpen, amikor visszaszólt valamelyik mérnök, hogy hát ugye az a helyzet, hogy a, a, azért van ez, mert nem érdekli a tweetje az embereket, ő neki nem kellett csomagolnia, mert vitték utána a cuccait, U olyan tempóban rúgta ki. Uh, viszont e a maradék mérnökök egy picit átalakították a Twitter működését. Én most már nagyon régen nem léptem be, de adtak egy kis pozitív eltolást a, a tweetjeinek a népszerűségének. Mármint hogy. A gyakorlatilag ezerszeresére növelték, így mindenkinek tele lett a. A, a megjelenítés számot? Hát ugye Valami. akkor van megjelenítés, hogyha megjelensz valakinek a hírébe, hírcsatornájában, mert érdekesnek minősülsz számára. Na most normál esetben nem volt ez csúlyozva, de most egy ideig ezerszeres, azóta már visszavették pár tucatszorosra a maszkféle... <laughs> pár tucatszorosra? A... Igen... <laughs> Híreknek a fontosságát, ezért sokkal nagyobb esélye van annak, hogy megjelenik a hírcsatornákban, így kielégítve a ö, vágyott nézettség számokat. Ez nem tudom, hogy mennyire volt jó húzás, figyelembe véve, hogy ö, radikálisan visszaestek a hirdetési bevételek, és lehet, hogy pont azért, mert nem szeretik a hirdetők azt, hogyha ok nélkül vannak. Ö, máshogy kezelve emberek egy csatornán, nem? Valójában csak azt nem szeretik, hogy kiderült, hogy ilyet is lehet, szerintem. Eddig nem lehetett, de most már lehetett. Nem, eddig nem tudtam. Mégis csak jó. Ne, eddig, eddig, csak lehetőség volt rá, de úgy néz ki, hogy nem használták. Most viszont radikálisan áttekerték a pótmétereket. Sokan panaszkodtak erre. Na, hát így is, így is lehet csinálni, ugye? Mennyi Bist. volt a... A célt elérte a főnök. Mennyi volt a tavalyi évben a leszállított Teslák száma, ha már masznál tartunk? Emlékszel valami statisztikára? Hmm, olyan 900 ezer körül. Aha. Akkor kb. egy harmadát hívták ennek össze vissza. Ja igen, össze-vissza. Azt olvastam, össze -vissza. hogy Amerikában a villanyautók piacán a nagy márkákhoz képest azért elég rendesen tarolt, mert ott eladtak valami tém, 480 ezer Teslát, ugye ami mind full villany, Mercedesnek meg a BMW-nek pedig ilyen 14-15-20 ezer közötti full villanyos autóját sikerült értékesíteni, szintén tavaly, szintén Amerikában. Azért az nem egy rossz eredmény. De egyébként az EU-ban is a Model 3 és a Model Y a két legsikeresebb villanyautó. Szóval nem ügyetlen. Csak nem is visszahívták egyébként, csak kaptak egy távoli frissítést. Hát De tényleg 360 ezer Ez. Ezt azért visszahívásnak minősítik, még akkor is, hogyha nem fizikailag kell megjelenni. Meg kell állítani az autókat, és a frissítésig nem szabad semmit, vagy nem javasolt használni őket, hiszen full self-drive önvezető képesség nagyon súlyos problémákat tartalmaz. Ez az, ami ugye nincs. Ez az, amit Németországban hát például ilyen nem nev... hívni. Igen, ilyen nevű képesség Amerikában van. Igen. Nyugodtan elő lehet el fizetni, és de nem kapsz ilyen szolgáltatást cserébe. Ugye ezek level 2-es önvezetők, és az első autó, ami elméletileg meg fogja kapni az igazi level 3-as minősítést, az a Mercedes lesz. De ők is 2024 végére nem. látják a ezt a Nem, mert ma is tudja. Nem, én úgy tudom, hogy a mai esosztály a level 3-at, igen. De tényleg a Mercedes csak úgy már, már ez létezik. Hát a, hivatalosan nem nem létezik. A, a pillanat, a minősítés hiányzik hozzá. Ja, jó, oké. Okay. Minden kap. Jó, csak a papír engedjük el. Persze, mert <laughs> Mászkó de... szólt a minősítő hatóságnak, hogy még egy kicsit várjatok, amíg jövünk. Még ők se. Am amíg én nem. Addig ők se. Különben tökre nem csodálkoznék, ha ilyen is lenne a háttérben, rivalizálásban. Mm. Valószínűleg a legalizálás az mindig problémát okozhat. Ö, például legalizálás, illetve illegalizálás végre Na. Ö, megtörtént Európában. Mit? Ezt nyilván hallottad mi? a hírt, hogy 2035-tel hivatalosan ja, ja, ja. is betiltják Európában a gáz- és dízelüzemanyagú járművek forgalmazását mármint, hogy benzin, gáz és dízel, igen. Belső Bocsánat, égésű motorokkal hajtott. Belső égésű. Bár én nem, nem tudom, hogy belső égésre volt, mert hidrogén is belső minősül, és ugye azt meg, még, még, nem is engedélyezték. E, csak a dízel és benzin, a gáz az marad. Bocsánat, csak az amerikai slangben használt gáz. Ez elég gáz. De igen, be, be, hogy nem, be tudják, hogy, nem tudják, hogy a gáz az folyékony, tehát ez ö, mindegy. Úgyhogy a következő tíz év elég izgé lesz, mert most minden autógyártónak ki kell találnia, hogy melyik stratégiát választja, azt, hogy most átáll a villanyra, és így a hibrideket tulajdonképpen átugorjuk, vagy 2035-ig ilyen elnyújtottan vezetik ki a benzin- meg dízelüzemű autókat, a szabályokat, a kedvezmények miatt a hibrideket is bevonva. Szerintem tök vicces lesz Szerintem... most hirtelen egy ilyen 12 éves ciklus miatt. Egyébként az autógyártói szempontból egy szempillantás, tehát kb. a következő generáció náluk. Szerintem az utcán azt kéne csinálni az autógyártóknak, hogy a holnapi nappal kezdjék el értékesíteni azokat a modelleket, amiket majd így 2035 után lehet megkapni. Ja, tehát mint ilyen a... előjegyzéses rendszer. CYBERTRACK. Mint a Aha. Aha. Hát egy kicsit ha Cybertruck is használj a Márkóra, mert hogy soha nem jutsz hozzá az autóhoz, mert mi még mindig várjuk a Dacia kiutalást. Jaj, jaj. Ja, tehát akkor így előre meg lesz. lehetne vásárolni ezeket a, az autókat. Tehát a tulajdonodban van, csak még nem gyártották le. Ne. De ez egyébként azt jelenti, hogy ilyen 2055-2060-ig velünk lesznek a Benzines meg dízelautók, az a kérdés, hogy meddig lehet őket mondjuk használni rendesen. Mit fogunk csinálni az oldtimerekkel? Hát lesznek majd nekik benzinkutak. Egyébként ez, ez személyjárművekre vonatkozik, tehát... Uh... Igen, 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 a teherautókra, meg a kis szériás egyedi autókra, meg ilyenekre nem vonatkozik a szabály egyelőre. De ettől függetlenül tényleg érdekes lesz, hogyha azt mondod, hogy elkezdik leépíteni majd a, mondjuk a kúthálózatot, mert ugye hát nem lehet majd ilyen autót forgalmazni, hogy nyilván elkezdenek kikopni, akkor mit fogunk egyszer csak csinálni mondjuk 40 év múlva, hogyha lesz egy oldtimer 2023-as Mustangunk, <gül> <gül> ugye? Hát, vagy importálsz egy autót külföldről, mondjuk Indiából, ahol még ez megmarad. Na jó, csak hogy, és akkor így, mert ugye Azt az üzemanyagok eltarthatósága az egyébként döbbenetesen rövid, tehát ez egy pár hónap. Milyen, milyen nagyon drága lesz majd öregkorunkra? Tudod, mit kéne csinálni? Nekem hiányozni fog a füstölés. ha boombox mellett szerintem csináljunk olyat, mint ezek az elcigik. Ilyen műkipufogót, amik illatosat pufognak ki a villanyautókból. De azért lássak valami gőzt, legalább hidegben. Nem mehetsz majd kamion parkolóba szimatolni, hát ez nem probléma. De gondold meg, Eper illatút. Mint egy rohadt nagy elfbár. És akkor legyen benne? <gül> Igen. <gül> Külső illatosító, ez az így fogjuk hívni. Mit szólsz? És kipufogó helyén fog majd kimenni, hogy hátul, és akkor, hogyha adsz neki egy kövérebb gázt, akkor ő fújja egy kövérebb gőzfröccsöt, illatosat. Na, na, no. no város lehet majd illatú, hárs, hársfa, tényleg, és akkor a mindenféle aktuális virágillatokat is lehet. Természetközelebbi élmény, természetközeli élmény. Na, na, na. És na. ha hosszabb, hosszabb távon akarod, akkor megütessük ugyanilyen faformájába. Jó, lehessen vele magokat is vetni, igazadban. Jól átlántáltad ezeknek a gondolatoknak a magvait. Terjünk vissza a hírekre, szerintem. É. Na, tehát kérdeztem éppen, hogy a. Hogy van a szubarú Subaru szóltérád? Ja, nincs. Mm -hmm. el, -e, nem csak a Tesla-ban hívtak vissza Igen? nagyon sok járművet, hanem a Subaru-ban is. Még hát Eleve nem is volt nekik sok, azért ez túlzás lesz így. 1182 darabot, tehát nagyjából ott is az értékesített autóknak az egyharmadát visszahívta. Igen. Csak hogy a az, amikor a Ferrari nem, nem több autót mint a 100%. Subaru, akkor elkezdesz nevetgelni, igen. Nem, hát ennyi autóval volt probléma, méghozzá. Olyan jellegű probléma, ami miatt azt mondták, hogy az autót állítsák le, a trélerezést a legközelebbi márka szervízbe fizeti a Subaru, és semmiképpen ne közlekedjél vele. Mit gondolsz, mi lehet a probléma? A keréktartó csavarok valamelyike, vagy mindegyike ö, selejt minőségű, és random el tud törni? Majdnem nagyon-nagyon-nagyon közel vagy a problémához. De a Subaru nem ilyen ócska beszállítókkal dolgozik, tehát az anyagminőséggel nincsen probléma. A probléma magva az, hogy nem minden régcsavar van meghúzva. <laughs> Tényleg közel volt. Most... <laughs> <laughs> és ezért elképzelhető, hogy kitekeredik és leesik. De ilyenkor a régi szép időkben miket csináltak? Süni Hát nem, ilyenkor az volt, hogy amikor hazavittük a Merkurból az autót, akkor fogtuk, és az összes csavart újra húztuk, mert mire odaért a vonaton, szétrázódod. Na de, hello, ezt gumisnál megcsinálják neked. De konkrétan van egy ilyen szerszám az autók csomagterében, amit kerékkulcsnak hívnak. De az enyémben pótkerék sincs. De kerékkulcs szerintem van benne. Nincs. U ugyanezen okból felesleges akkor hívjanak egy gumist. De képzeld, el, akkor is eltréderezni a legközelebbi márka szervízbe. Igen, ez egy kicsit fölösleges, hogy is mondjam, túlbiztosítás. Jó, mondjuk ennél a számosságnál megtehetik. Azért ezt képzeld el 360 ezer Teslával. Az európai autószállító vagy autómentő piac az egy hónapra le lenne terhelve. De ennyi erővel kiküldhetnének egy pár embert kerékkulcsokkal, tehát így. De hogy miért nem a tréleren lévő szakember, aki egyébként autómentő, húzza meg, ha már arra jár, és engedi tovább. Ezért mondom, Tényleg. E kell Val valaki tréler valaki oda megy egy, kis motorral. Igen. Öt perc alatt körbe megy a kocsin, rátapos egyet a kerékcsavarra, na jó, oké, okay, visz egy elektromos behajtót, ami nyomatékra húzza. Azt kész, tik-tik-tik-tik-tik, kész. Nézzük, mi ez, amit még fel tudok hozni, ami talán feldobja a napodat. Na, például, Eddig jó. hallottál le Nem. a Binance Steve, uh, coinjáról. Mi? Am, mi hát mire? nem beszéltünk kriptovalutákról már egy ideje. A Binance-nek van egy kiváló uh, kriptovalutája, a Binance USD, ami az amerikai dollárhoz kötött árfolyamával tarolt a piacon. Te Kivéve, le? hogy a SEC elrendelte Digitalizálta a... a dollárt, azt próbálta meg így kiváltani? Igen, és ez is egy a sok digitalizált uh, azt valós hogy ez, kötött. Ez az amerikai jegybanknak a privilégiuma kéne, hogy legyen, hogyha valaki ilyet akar csinálni, akkor. Tehát tulajdonképpen hát, kiadta a kriptodollárt. A sze... Nem, hát ilyenből sok van, sok van, tehát ö, vehetsz ilyen kötvényeket is, ami ami nem kriptó, de, de valamilyen valutához kötött. Így működött ez is. Ugyanakkor nem volt teljesen jó a kibocsátási folyamatuk, amit a SEC úgy gondolt, hogy az amerikai uh, befektetés és, és uh, tőzsdefelügyelet, uh -huh. hogy hogy talán most így abba kéne hagyni. Mert De mit csináltak? Hát egyszerűen túl zavaros volt a kibocsátási folyamat, és voltak benne olyan lehetőségek, amiket ki lehetett volna használni arra, hogy mondjuk megszaladjon a kibocsátás mennyiség fedezetlenül. Jó <hül> jó. De igazából nem is ezt e emiatt hoztam ide ezt a hírt, hiszen ilyenekkel tele van a hírfolyamom, és általában kiszoktam dobni. Viszont ezzel kapcsolatban találtam egy kiváló kutatást. Brit, még Valentin nap a előtt jelent meg az a felmérés, ami alapján az azt kitöltők 83%-a azt mondta, hogy egy kapcsolatban a kriptovaluták befektetői sokkal jobban, sokkal vonzóbbak a másik e, fél számára, mint a, a e, kriptovalutákat tagadók, és 70%-a a válaszódóknak azt mondta, hogy hogy sokkal inkább elmenne randízni valakivel, aki kriptovaluták befektetésében érdekelt. Hm? Fogadjunk, hogy a felmérést a Crypto.com készítette a saját felhasználói között. Biztos, hogy valamilyen torz lesz. A Binance. De, igen. És így. Tehát ilyen kérdéseket tettek föl, hogy olyan partnert szeretne-e, aki vele azonos mértékben érdeklődik a kriptovaluták irányában, és erre har 38% mondta, hogy igen, ő, ő ilyen partnert akar. Tehát 62% mondta, hogy nem. Azok nem kategorú, Vagy 62% nem vár, mondta, hogy el. igen. Így, így van, így van. Azért az, az a többség. De te, te csak így ennyit, hogy figyelj, melyik hülyének jut eszébe Valentin napkor ilyen felméréseket csinálni vajon? Hát rakjuk össze a két hírt. A Binance Stable coin az éppen <hül> dögrobásom. <de> Unstable. <hül> oh. <hül> a Ugye? Csökkent irányában a befektetési hajlandóság. Igen. Mert ami már ki van, ki van bocsátva, az forgalmazható, tehát újat nem bocsáthatnak csak ki belőle tehát a pénzjegy nyomdát megállították. És jött a Valentin nap, hú, valamivel, valamivel, el kéne ütni ennek a, az előző hírnek a, az élét. Mit lehetne? Hm, mit lehet? Hát csináljunk valami jó kis Valentin napi felmérést. Például kérdezzük meg az embereket, hogy Ahelyett, hogy simán csak kiadták volna a Bálint konyta de mindegy. Hogy Valentin napon milyen romantikus ajándékot tudnál elképzelni? Például kiváló Emlékezetes ajándék a, a kriptovásárlás. Közösen? Szeretem. Nem, hát meglepetésként. Képzeld el, képzeld el, hogy Drágem. kapsz egy ilyen. Kapsz egy új pénztárcát. Aha. Egy digitális pénztárcát. Von benne. Mi ez? Binance USDC. Ö, aha. Robloxon majd vehetsz hozzá valami skint, jó? Jaj, Roblox skin. Hát ezt uh, az, szerintem el kéne sütni. Uh, az megvan, hogy a Robloxon most uh, szintén behúzták a generatív AI-t. Őha. Méghozzá szöveggel tudod leírni azt, hogy, hogy milyen anyaggal akarsz például beburkolni tárgyakat, illetve szöveggel tudsz tárgyakat dizájnolni. A Google keresőben a Bard is kapott egy hasonlót, hogyha nem tudod jól körülírni, körülírni, hogy mit szeretnél, akkor azt képpel tudsz neki segíteni, hogy figyelj valami ilyesmit keresek. Csak más színben vagy anyagból. Ezek előbb-utóbb össze fognak pajtizni. Aha, és akkor legenerálja neked azt, amit kerestél Robloxba? Aha. Jó, és akkor a következő az, hogy meg is rendelheted 3 Hát vagy digitálisan. És abban szaladgálhatsz az NBA pályán. Ha, ha, na, ha. Na, csak össze, csak össze. Továbbra sincs semmi értelme, de rengeteg pénzt el lehet rákötni. Ugye nagyon sok embernek kihívást okoz az, hogy számítógépet programozzon, vagy, vagy pontosan megmondja egy keretrendszernek, hogy mit szeretne, és ezen segít most a Roblox új megoldása. Nagyon sok embernek az is problémát okoz, hogy meghatároz, hogy pontosan mit szeretne. Uh -huh. De mindegy, ezt úgy jelzem. Naj, neked semmi se jó. De, de, de csak, hogy lehet, hogy egyel korábban kell kezdeni, és mégiscsak az ajánlásokkal feldobni, hogy valami kiindulási alap legyen, amit aztán de lehet a... testre szabni. Képzeld el, amikor majd jön a, a üzésük éjjel, és azzal indít, hogy először szeretném javasolni neked, hogy tanuljál meg helyesen írni. Különben belegondolsz tulajdonképpen rendelkezésünkre áll hamarosan az a technológia, ami majd azt fogja csinálni, ezeket ötvözve, hogy megállsz a saját laptopod előtt, a saját kameráddal csinál rólad 3D képet, és ez alapján ugyanaz az éjjel, most a Robloxban műruhákat generál, legenerálja a ruhát, arról csinál egy ketkem, tök mindegy, valami 3D-s modellt, azt átalakítja egy szabóvarrógép számára értelmezhető inputtá, ott valaki betölti azt az anyagot, szint, amit te kiválasztasz, és egyedileg lehet neked ruhát gyártani, akárhol a világ egy másik pontján is elpostázni, úgy, hogy te mindezt a géped előtt magadnak tervezed egyedileg. Há? Megcsináljuk? Azok az emberek, akik ilyen igénybe vanné, milyen üzlössel rendelkeznek? Mert hány hordanak Louis De legalább van egyedi elképzelésük. Nem, 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 nem reagálsz erre a remek egyedi szabásvárásgépre? Nem csináljuk meg? Azt próbálom -e elképzelni, hogy milyen lenne ez. Még egy ilyen kis környezettudatosságot építenék bele, hogy a, ne a világ végéről származó anyagokat használja, hanem, hanem azt, ami a környezetedben viszonylag közel Hát igen, azokat az anyagokat lehet használni, amivel legalább egy vég van nálad például. De nem feltétlen nálad, hanem a, a... szabóvarról robot. Igen, igen, igen. Ja. És akkor ott azt, azt meg már fel tudja használni megfelelő módon mondjuk a maradékokat is. Ehhez tudod, mi kéne még? Egy olyan egér, ami tud tapintás visszajelzést adni, imitálni egy anyag mintáját. Ugye ott volt a múltkor az új verziós Apple Pencil, ami tud szint másolni. Most majd kéne majd egy olyat feltalálni, ami szint szagot már ugye lehet, ami anyag tapintást tud másolni, és akkor ez alapján te beszkenneled az anyagot, és a, mondjuk az egér, ami a te van, az pedig imitálja, mintha megsimogatnád, és akkor a hölgyek mert leginkább ők érzékenyek arra, hogy milyen anyagot pintra, így meg tudnák nézni, hogy akkor ez elég puha, ez elég érdekes, ennek jó az szövése. Ha? Na? Képzeld el, ha engem meg akarnak simogatni. Elképzeltem. Sűn simogató? De <laughs> ugye ez rendelkezésre áll, csak két napig nem kell borotválkoznom, úgyhogy ez nekem annyira nem bonyolult sűnni néni. Attól tartok, hogy ha valaha készülne ilyen eszközt, azt más célokra használnák. Ez is meg lehet. De végül is az összes többi gyári hasznosítási módot is tudjuk csalendzselni, hogy vajon csak arra lesz -e jó, vagy használva. Kiváló lehet állatsimogató emulációjára, amelyben a véres szemüvegben levő váltogatók lehet tudják kisállatokat is a is simogatni, vagy azoknak stresszfokozást. Aha, tehát kisállatsimogató virtuális állatkerti túra. Mhm. Uh -huh. Még a cápa simogatót is el tudnám képzelni. Már csak a szakkel, kell hozzá, igen. Mit? Szekelni akarsz egy cápát? Mit csinálsz? Nem, hát a szagát is oda kell rakni a állat simogatónak, hogy olyan valós legyen. Milyen állatokat simogatnál még? Az ilyen megoldásban lehetőség élna, akár képzelt, a vagy kihalt állatok simogatására is. Dinosaurus, T-rex, medő. Kartfogú tigris dodó. Yeti! Yeti simogató. A tűzgó nem simogatása, viszont ebben az esetben sem javos volt. <laughs> És a főnix -e. Hát igen, van, van, azért lehetőség ebben. Na, látod? Látod? Na. Kicsit tovább mentünk, tehát még mindig ott tartok, hogy, 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 az igazán fast fashion helyett a testre szabott <laughs> megoldásokat lehetne előnybe részesíteni. Mhm. <laughs> És mindezt egy ilyen ártalmatlan kiinduló pont. Tíz év múlva meglátjuk, hogy valaki meghallgatta adásunkat és megvalósítja. Izgalmas, igaz, izgalmas, de addigra lehet, hogy már 3D szemüveggel belülről is tudjuk nézni a sportot, ahogy javasoltuk. Különben még egy. Mi lenne, hogyha mindenkire VR szemüveget adnánk, és mindenki kiválaszthatná, hogy a többiek rajta milyen ruhát lássanak? Ha már úgyis VR szemüveg van mindenki máson, akkor ezek egymásra hangolódnak, és mindegy, hogy rajtad milyen ruha van, a többiek mind ugyanazt látják rajtad, amit te beállítasz nekik, mert megvetted a Robloxon. Tehát egész nap kényelmesbe vagyok, és közben Aha. úgy néz ki, mintha rajtam lenne a csodálatos estei ruha. Hát vagy, a mit tudom én, hogyha a feleséged lát, akkor kisgatját lát rajtad, más nem, hogyha a főnököd, akkor öltönyt, és közben ugyanabban a macinaciban, pólóban ücsöröksz. Na? De akkor testalkatot ezt tud változtatni, ugye? muszáj lesz. De azért, mert nem biztos, hogy annyira, annyira jó áll ad a ruha. Nem magamra gondoltam rád. Ez, ez... csak abban a pillanatban okoz problémát, amikor mondjuk egy ilyen jó méretes... Na, mondjuk, na, mondjuk, na, na. Majd, majdnem azt mondtam, hogy amerikaival találkozó, de eh, egy, mondjuk egy erősen túlsúlyos egy Woody emberrel, beldeire. és, és a, itt megpróbálnál kezet fogni vele, de, de beleütközöl a hasába, mert nem látod, hogy ott van. Í. És az ujjaid így belefúródnak a zsírrétekbe. rétegbe. Ja, ne gondolj tovább, légy Amit egy koszlott póló borít összesen, pizza foltokkal, ami helyette egy fes embert látsz smokingban. Így van. Innen tudhatod, hogy ő programozó. A programozó az már AI lesz, nem? akkor éjjel idomár. már. Prompt generátor. Komitter. Nem, bocsánat, bocsánat, prompt, prompt mérnök. Na jól van. Szerintem ezzel értési mogatóval meg is adtuk a jövő heti gondolkodási alapot. Mi lenne, ha? Ha most zárnánk az adásunkat, jövő héten ismét jelentkezünk. Abban az esetben, ha minden jól megy, akkor egy próba műsorvezetőt is hozunk magunkkal. Mi ez a próba műsorvezető? Valaki, aki megpróbál műsorvezetni, Kicsit hasonlít ránk. <laughs> Jó, addig... Tényleg próbáljátok, már egy ideje, egyszer, csak fog. Ahhoz, hogy jobban tudjátok majd őt érteni, kérjük tanulmányozatok a Sumér Magyar Szótárat, beillesztjük a linket adásunkba. Igen, adásunk az Sumér az a jelentkezés feltétele volt. Avagy jelentkezzetek LinkedInen szintén, még nyitva van a pozíció. Meg az aranykapu. Te bújatok rajta a sumér szótár linkét ne felejtsd el beéleszteni. De sumérül sajnos nem tudok. Még. Hiszem az egy hajt Ha, és? Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Jövő héten. Újra jelentkezünk, addig hallgassatok. Lájkoljatok. Serejetek. Sziasztok. 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 Na, ennyi. Ott a link. A Szaukaói Biognosztikai Központban az a úttart eseményem, nem csak égyeztem, elbőlához lenni. Hát, tudom még egyszer. Ja, én az analóg behajtót szeretem, a bőrnyakóakat. <laughs> az a olyan ember. Hát, egy volt, amelyik festett, de aztán az meghalt szívraamban, nem? Nem követem a híreket. Az Emrihard. Az festő is é. volt. A börtönben festett, igen. Jó, szegény, ott jó festett. Jó, jól festett a börtönben, na mindegy. Ez. Szegény. Ez még csak egy ember. Maj, majdnem azt mondtam én is, de, de nem biztos, hogy önmagammal egyetértettem volna. Most ez máshogy, amit tett, az teljesen nem, de hogy ettől még ködobta a pacskát. Pedig már biztos, hogy a útjára tért. Jaj, na, mindegy, lesz mit vágnom. Na, nézzük is, mi, mi az. Még Valentin nap alatt előtt, még Valentin napot megelőzően jelent meg, az a felmérés, nagyon csemcsoksz, hogy a partnered, nem, bocsánat, nem a partnered, mert ez egy hogy van neki, miközben egy holban lakik. Mindig. Uh, tehát, hogy a... Miért hordanak Louis vuitton De legalább van egyedi elképzelésük van, aki még bíróságra is azt Hát ha egyszer az volt neki. Ezt többen felvetették a héten, hogy hát ez milyen dolog, hát szerencsére, hát nem volt kiengedve, hát nem tudott elmenni négy tigriste. Ja, azt bezárták, mindegy. Akkor a kőbányai jut 35-be, mindegy. Egy jó új kopilújér. Megint, megint vághatok politikai hírek. De nem? Azt mesél. Meséltem, hogy a a kisebbik lányom azt kérte, hogy énekelni akart valamit az autóban, és kérte, hogy az annak, aki dalt énekeljük. És hogy vannak azok az időpillanatok, amikor így nem az jut eszedbe róla elsőre, amit a gyerek gondol. Az annak, aki, az kérlek úgy kezdődik, mert ez nem a dal eleje, hogy elvesztettem zsebkedőmet, de... Tíz másodperc gondolkodás volt hatvanas tempó mellett, és nem mentem neki semminek. És szüksége van az zsakendőre, az annak, akihoz? Hát figyelj, a perusos korszak végén ez így.